Egyél, higgyál, édes testvér, míg a vonat ide nem ér. Majd, ha a vonat ide ér, el kell menni, édes testvér. Az életnek nem célja, hanem értelme van. Hanvas Béla író, filozófus, a meghívón is szereplő gondolataival köszöntöm az ünnepi közgyűlés vendégeit, képviselőtársaimat és az ünnepi közgyűlésnek otthont adó várost, Kiskunmajsát. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm vármegyén kitüntetettjeit, akik ma átveszik a legkiválóbbnak járó elismerést. Minden évben különleges alkalom ez. Felemelő megtapasztalás, hogy újra és újra mennyi remek, nagyszerű ember válik arra érdemessé, hogy példaként állítsuk vármegyén közösségei elé. Bács-Kiskun vármegye közigazgatásáért díjat vehet át Szankról Vince Jánosné. Vince Jánosné 1983-ban az érettségi vizsgát követően helyezkedett el a Szank községi tanácsnál igazgatási ügyintézőként. Család és munka mellett szerezte meg az igazgatás szervezői diplomáját, majd közigazgatási szakvizsgát is tett. 2007-től 2023-ig nyugdíjba vonulásáig volt a település jegyzője. Az államigazgatási hatósági munkát magas színvonalon, lelkiismeretesen, szakmai hozzáértéssel végezte. Hivatástudata munkahelye iránti elkötelezettsége, lojalitása példaértékű. Köszönjük szépen! Bács-Kiskun vármegye gazdaságáért díjat vesz át Kiskunmajsáról Hugyec Pál. Hugyec Pál kezdeményezésére indult meg Bács-Kiskunban az 1960-as években a mezőgazdasági gépgyártás. A rendszerváltás idején már a Kecskeméti Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat vezérigazgatójaként tevékenykedett, majd a privatizált vállalatot résztulajdonosként és vezérigazgatóként irányította, sőt 86 éves kora ellenére a mai napig is irányítja. Vezetésével a Kiskunmajsai Agriconcam Kft. Európa 5 legjelentősebb vezetőfülkegyára közé tartozik. Köszönjük szépen a munkájukat! Bács-Kiskun vármegye sportjáért díjban részesül Halácsi Tivadar István Csólyospálosról. Halácsi Tivadar István testnevelő tanárként 1955-től nyugdíjba vonulásáig 1994-ig oktatott Csólyospáloson az általános iskolában. Számtalan diáksportolót nevelt, akik a különböző járási, megyei és országos versenyeken kimagasló eredményeket értek el sakk, asztali tenisz, röplabda és lövészet sportágakban. Nyugdíjba vonulását követően amatőr női és férfi labdarúgó csapatoknál kamatoztatta a sportban szerzett tapasztalatait. 84 éves koráig aktív fogadhajtóként járt versenyről versenyre. Köszönjük szépen és jó egészséget kívánunk!